Szevasztok, srácok! Vágjunk bele! Pörgős napunk lesz ma, de nagyon durván. El is indulunk az első címre. Azt mondja, 9 darab lerakónk van Manchesterben. És utána valószínű, hogy lesz még felrakás is. De először legyünk túl ezen a 9 lerakáson. És akkor majd utána lehet azon gondolkozni, mivel nagyon pörgős nap. Nagyon. De most ugye csütörtök van. 30-a. A szombaton ugye indulunk a Skóciába. És hát gondoltam, muszáj megmutatnom nektek ezt, mert nagyon durván pörög itt a melód tegnap. 14 címem volt. Hú, remélem jó hang. De tehát ilyen ez a Renault. A Renault D18-asban ülünk. És katasztrófa ez az autó, de hát ugye ezt mondtam nektek a bemutatásban. Fú, szóval a mai napon belekóstolhatunk az igazi a vérbeli multidroppozásba, mert jó igaz, hogyha mondjuk már egy címnél több van, akkor azt már nevezhetjük multidropnak. Na de ez, hogy van 9 lerakás, meg 10, meg 12 lerakás, meg még 2 felrakás, na ez az igazi vérbeli, hamisíthatatlan, kőkemény multidroppozás. Azt mondja, hogy 108.200 kilométerről indul a kilométer óra, és meg fogjátok látni, hogy ezt a munkát, amit ma csinálunk, ezt egy az egybe meg lehet csinálni egy elektromos meghajtású kamionnal. És meglátjátok, hogy miért. Azért, mert alig fogunk 100 kilométernél többet vezetni a mai nap folyamán. Ugye, amikor ugye lehet olvasni az elektromos kamionokkal kapcsolatban, hogy ugye kevés a hatótáv, meg hosszú a töltési idő, hát oké, mert az emberek nagy része abból indul ki, hogy ugye a kamionozás az ugye országok közt, nemzetközi viszonylatban több ezer kilométert megyünk egy irányba, és hát oké, persze. Úgy lehet, hogy ugye még nem tudják kiváltani a dízelt egyelőre, de vannak olyan munkák, amikor igenis egy elektromos kamionnal meg lehet csinálni, és még egyelőre dízellel járunk, de ezt a munkát, amit ma csinálunk, ezt totál meg lehet csinálni egy olyan elektromos kamionnal, aminek ilyen akár, hogyha csak 200 kilométer neki a hatótávja, az is elég. Itt ennél a cégnél nincsen éjszakás műszak, ami azt jelenti, hogy ugye nem jár a kamion két műszakba 1400 kilométert naponta, hanem ezt a 100-150 kilométert járjuk vele minden nap. Este bent áll a kamion a depóban, tehát bőven van idő feltölteni. Ez a cég ilyen 7-kor nyit, de amúgy én 8-ra járok, és 5-6-ig dolgoznak bent. Tehát bőven van idő feltölteni az egész kamiont az éjszaka folyamán, és utána megint végig lehet csinálni vele egy egész műszakot úgy, ahogy van. Na de nézzünk is inkább kifele. Így van. Tehát ez itt Salford, Manchester. Az első címünk 8 kilométerre van. Egy felújítással foglalkozó céghez kell vinni egy raklapot. És tulajdonképpen ennyi az egész. A címek, tehát nem kell megijedni ettől a 9 lerakótól, a címek ilyen 5-10 percnyi vezetésre vannak egymástól, ami egyáltalán nem sok, ellenben kevés, tehát úgymond pörög a meló. A legtöbb helyen nem kell várni,
a T-lift és az elektromos béka, amit majd meg fog mutatni, segítségével fogjuk tudni leszedni a raklapokat, tehát tulajdonképpen nincsen szükségünk targoncásra sem. Na, várjatok már. Azért közben én is haladjak. De hétfőn, amikor ugye felvettem a munkát, amikor legelőször megjelentem ennél a cégnél, akkor mondták is, hogy mi 20 percnél többet nem várunk sehol. Tehát, hogyha valami miatt nem veszik át az árut, mert várni kell, akkor mi 20 percnél többet nem várunk sehol, akkor visszarakjuk, és eljövünk a cégtől, és majd kiszállítjuk, gondolom, még egyszer. Tehát itt így pörög, és muszáj, srácok, és azért kell ez, mert ugye van 9 cím ma, de ugye tegnap volt 12, na most 8-kor kezdődik a meló, 9-kor indulok el a telephelyről, 3:49 környékén indulok ki a telephelyről, és a legtöbb cég, ahová szállítjuk a raklapokat, azok 5-ig vannak nyitva. Tehát 9-től 5-ig meg kell csinálni az összes címet. És ezért van az, hogy ugye mi nem tudunk várni sehol se 20 percnél tovább, mert hogyha mindenhol várni kell, akkor ugye van, aki a sor végén van, az nem fogja megkapni azt, amit rendelt, és az úgy nem jó. Úgyhogy ez van, most akkor induljunk el az első címre. Azért most, hogy ugye járom a Manchestert azért egy hete, és azért megfordulok a belvárosban is viszonylag sokat, elképesztő, hogy milyen építkezések vannak például, amit itt is láttok balra. Egyszerűen hihetetlen. Ez a BMW szerintem tegnap is itt állt. Fontos info mi, szóval iszonyú tempóban fejlődik a város. Hát azért egy 3 milliós városban vagyunk, kb. Na most meló szempontjából, srácok, hát átkerültem egy másik ügynökséghez, mert az eredeti, akiknél tavaly augusztus óta dolgoztam, ők ugye már sem tudtak munkát adni, mert ugye a Bredhez nem megyek, akkor el akartak küldeni Wiganba, meg Novsliba, szóval most itt élünk egy 3 milliós városban, nem gondolom, hogy el kéne járnom munkáért 70 kilométert egy irányba, úgyhogy váltottam ügynökséget, és így dolgozok most itt. Hát az az igazság, ugye az a múlt héten elég sokat bújtam az álláshirdetéseket, jelentkezgettem így ügynökségekhez, és az a helyzet, hogy ez a nappalos munka, ami reggeli kezdés és délutáni végzés, ez ritka, mint a Fejér Holló most már. Szóval olyan munkák vannak, hogy szerződéses, ugye, ami nekem nem feltétlen jó most. Éjszakás van most nagyon sok, szinte bármi. Meg hetelős. Ez a három. Meg hetelős. Tehát ugye hetelni se akarok most. Szóval nagyon-nagyon-nagyon ritka lett ez a reggeli kezdés. Mert ugye lehetett volna menni a menzészhez délután 2-re. Hát mondom, az faszát, délután 2-től dolgozok éjfélig. Legalább éjfélig, hajnal 2-ig. Akkor lefekszek aludni, mikor Éva reggel hazajön, akkor felkelt. Amikor én délután elmegyek, akkor felkeltem. Hát ez így nem jó. Úgyhogy amiatt oda nem mentem. Meg az van, srácok, hogy tele van az állásokkal az álláshirdetési portál, Indeed, meg CV Library, meg ilyenek, és nincsen munka amúgy meg. Szóval beregisztráltat az ügynökség, és közli, hogy hát most nincsen munka, majd szólnak, hogyha lesz.
Szóval érted, jelentkezek egy konkrét állásra, ami nincs is meg már. Meg nem is létezett soha. Tulajdonképpen feltesznek egy sablont, elhúzzák a mézes madzagot, hogy regisztrálják be, és akkor majd adnak munkát, ami hogyha lesz. Ez annyira jó, hogy ugye készülnek az augusztusi szabadságolási szezonra, amikor nagyon sok családos ember elmegy ugye Szabira, mert ugye augusztusban lesz az iskolaszünet, és arra gyűjtik be a sofőröket, hogy aki nem megy szabadságra, akkor legyen kihez nyúlni. Szóval, hát nem tudom, nem is volt biztos amúgy, hogy lesz munkám erre a hétre például. Jóformán ezt is pénteken vagy, hogy zsíroztam le, hogy ugye jövök hétfőn melózni. Ennél az ügynökségnél, hát most küldtek tegnap három munkát három különböző helyen, azok is ilyen klassz kettesek voltak. Szóval most úgy tűnik, hogy ez van. De kevesebb a munka, mint egy évvel ezelőtt, srácok. Azért tavaly ilyenkor nyáron állandóan tele volt az álláshirdetési portál, hogy mennyi meló van, és volt is munka. Most meg nincs. Szóval nincs annyi munka, mint volt egy évvel ezelőtt. Megérkeztünk ide, itt van a sarkon a cím, hát hál' Istennek pont állnak ott. Ez fantasztikus, akkor hova kéne megállni? Akkor megállunk ide. Aztán áthúzom nekik a villanybékával, mert ugye nem bírunk máshol megállni. Minden rakodást vagy lerakást nem tudok felvenni nektek, srácok, mert az rengeteg idő lenne, és ez a 9 drop azért az így el fogja vinni az időt amúgy is. Szóval bármennyire is nem úgy látszik, mert közel vannak a címek egymáshoz, azért pörögni kell rendesen, hogy végezzünk időbe. Úgyhogy nem tudok mindent megmutatni. Jó, tehát megvan az első drop. És annyi a lényege ennek. Ez egy Palette Network-ös melósátok egyébként, szóval. Hogy ugye itt vannak ugye felsorolva, hogy delivery number 1, 2, hát a 3-oshoz ki van húzva, szóval majd azután a 4-es jön. Ugye így van felsorolva 9-ig, 10-ig, azért van ugye 9 címünk, és ugye itt vannak rajta delivery address, a cégnév, cím, telefonszám, posztkód, valóban telefonszám is, látjátok. És akkor így kell lefele menni sorba, ez a sorrend. Így kell lefele menni sorba, szóval a következő az a Manchester S Store. Szóval ez másfél kilométerre van innen, tehát ennyire közel vannak a címek egymáshoz, de ettől függetlenül még nagyon gyorsan eltelik az idő, és hát a 9 droppal ilyen délután 2-3 körül fogunk végezni. Talán előbb, de hát majd azt meglátjuk. Na várjál, azt mondja, hogy itt pont másik irányozott le van zárva, akkor itt csak balra lehet menni. Illetve várjál, azt mondja, menjek egyenesen. Mert ugye a navi azt hitte fordítva állok, de nem. Úgyhogy ugyebár itt nincsen rezsicsökkentés, meg üzemanyagás, sapka, meg ilyenek, hanem itt úgy el van engedve ez a dolog, szóval annyiba kerül az energia és az üzemanyag, amennyibe kerül. Itt nincsen semmilyen szabályozás rajta, és hát eljutottunk oda, hogy például egy liter gázolaj most már 2 font, egy liter benzin pedig 1 font 90 pi, ami borzasztó drága, tehát egy 55 literes tankolás eddig meg volt ilyen 65 fontból, most pedig 110. Szóval érezhető a különbség, mellette pedig értelemszerűen azért a bérek azok itt sem emelkedtek olyan ütemben, mint ahogy a megélhetési költségek. És bizony vannak emberek, akiket ez eléggé földhöz vág, értető módon.
főleg úgy, hogy itt ugye az emberek nincsenek hozzászokva az, hogy be kell osztani a fizetést. Ők nem ebben szocializálódtak, hogy ki kell számolni, hogy mire mennyit költenek, hanem abban szocializálódtak, hogy fogyasztói társadalom, és akkor mindent elköltünk, amit csak lehet. Szóval most itt az embereknek nagyon nagy problémájuk van abból, hogy nem tudják beosztani a fizetésüket, és ugyanúgy költekeznek, mint eddig, csak minden drágább, mint eddig, és hamarabb elfogy a pénzük, mert hogy az meg nem lett több, mint eddig. És most már látni olyanokat a boltban, hogy a közepes méretű tojástartóba belepakolják a nagyméretű tojást, ugye? Mint amit Magyarországon már régóta csinálnak az emberek. Úgyhogy meg hát van, akivel előfordul, hogy a kasszánál tulajdonképpen nem tud fizetni, mert nincs annyi pénze, mint amennyit kellene neki fizetni. Úgyhogy eléggé látszik itt is ennek a nagy inflációnak a hatása, de hát az emberek még azért valahogy megvannak. Az biztos, hogy az autót az biztos, hogy később fogják lerakni, mint hogy a gyereknek enni adjanak, szóval előbb veszik el a gyerektől az ételt, mint hogy az autót lerakják, ez biztos. Tegnap is álltam a dugóba, és egyszerűen eszük ágában nincsen leállítani a motort, hogyha áll a sor, és ebből látszik, hogy tehát tulajdonképpen nem értik, hogy lehetne spórolni ezen, érted? Szóval most oké, hogy lehet, hogy litereket nem spórolsz meg vele, de akkor se fogy el az, ami elfogy. Járatják a kamiont is éjjel-nappal, mikor teljesen felesleges, szóval a pazarlás az iszonyú mértékben folytatódik tovább, és persze megy a siránkozás, hogy nincsen pénz ugye semmire. Ja, várjatok, mert meg is érkeztünk a következő címre, ahová ide is egy raklapot fogunk hozni. Csak itt van hátul a loading bay. Szóval ide kell menni hátra. Hát közben vigyázni kell, hogy a hátuljával ne seperjék el semmit, ugye klassz 2 kategória. Azt mondja, hogy hova kell ezeknek vajon? Milyen delivery? Delivery vehicles. Ha? Azzal nem lettünk sokkal okosabbak, de nem gond, ide beparkírozunk, és akkor leveszem nekik azt az egy raklapot, és akkor utána folytatom majd a sztorit tovább, szóval ilyen közel vannak egymáshoz a címek, srácok. Hát hallod, nem tudom, ezek valami indiaiak. Nem indiai volt, ez szerintem valami, nem tudom, de valami onnan, abból az irányból valaki, de hát hány inger az egész környék, ahogy kinéz. Nyilván undorító koszt jellemzi ott az egész boltot, meg mindent, ezektől levegőt se vennék, nemhogy élelmiszer. Ja, és mellesleg bunkó is volt a csávó. Kedvenc kérdésem, honnan hoztad? Honnan hoztam? Hát figyelj, van bent 16 raklap, 9 címmel, nem tudom, hogy ki honnan rendelt. Akármilyen hihetetlen, és fogalmam sincsen, hogy ki honnan rendelt. Még az, hogy mit hoztál? Mit hoztál? Hallod, dobozok vannak fent, egy raklapon, ötletem sincsen, hogy mi van benne. Azt hoztam, amit rendeltél, onnan, ahonnan rendelted, szóval. Ezt ki kéne menni valahogy. A következő címünk egy lakóparkba vezet. Valami kínai csávó rendelt valamit. Valahonnan. És szóval valakinek a házához kell menni, most ugye nem céghez. Ilyen is előfordul. Nem gyakran, de van ilyen is. Úgyhogy folytatván a sztorit, hogy ugye egyre drágább itt a megélhetés, meg hát azt mondják, hogy egyébként nagyon sok munkahely van most,
De mivel ugye drágább lesz a megélhetés, és a fizetések nem nőttek olyan ütemben, mint a megélhetés, ezért az azt eredményezi, hogy az emberek bizony kevesebbet vásárolnak, mint eddig. Nem csak tárgyakat, hanem magát élelmiszert is kevesebbet vásárolnak, mint eddig, ami azt jelenti, hogy kevesebb élelmiszert is kell szállítani, kevesebb csomagolóanyagot kell az élelmiszerekhez szállítani, kevesebb anyagot kell a csomagolóanyagok legyártásához szállítani. Szóval, hogy ez egy ilyen láncreakció. Tehát nekünk ugye akkor van munkák, hogyha az emberek pénzt költenek. Így alapvetően ebben a kamionos szakmában, hogyha valaki az élelmiszeriparban dolgozott, azért az úgy gondolom, hogy azért az egy eléggé fix meló volt, mert az emberek mindig esznek. Hogyha üzemanyagot szállított, akkor még úgy nagyjából az is, mert ha az emberek nem is, de a kamionok azért mindig mennek, meg a mezőgazdaság, meg ilyenek, szóval vannak azért stabil pontok így a kamionozás szakmában belül, de tény és való, hogy nincs annyi munka, mint egy évvel ezelőtt. Azért egy évvel ezelőtt nem volt probléma állást keresni, még így se, hogy csak nappalra. Szóval, ja, azért most már, hogyha tuti állás kell, akkor valamilyen szinten kompromisszumot kell kötni, ami vagy azt jelenti, hogy hetelni kell megint, mert ugye azt sokan nem akarják csinálni, vagy éjszakázni kell megint. Ugye, ami mondjuk nekem még a hetelés belefér, de az éjszakázás az abszolút kizárt, mert én egyszerűen nem tudok éjszaka dolgozni. Egyszer próbáltam, és nekem ez nem megy, szóval az nekem egyáltalán nem pálya. Vagy délutánozni kell, hát ugye olyan műszakok, amiket az emberek annyira nem szeretnek, de szükség van rá. Na most, ami még látszik így a kamatemelés, meg drágaság mellett, az az, hogy viszont a gépjármű park az borzasztóan gyorsan cserélődik belső égésűről elektromosra. Tehát most már ott tartunk, hogy vannak olyan szituációk a forgalomban, olyan helyzetek, olyan pillanatok, inkább úgy mondom, amikor egymást érik az elektromos autók. Van olyan, hogy 2-3 is. És nem csak a luxus szegmensben, hanem az alsó kategóriában is, mint mondjuk egy ID3, ID4, Opel Mokka, az Opel Corsa, akkor a Peugeot-nak vannak ugye elektromos autói. Majd szólok, hogyha látok esetleg. De ott egy Tesla például, nem tudom, láttátok-e, ott jön még egy Tesla jobb oldalt, a Defender előtt a fehér. És az előbb ment el egy kék, szóval ezt mondom, hogy a BMW-nek megjelentek az X sorozata autói, a Mercedesek megjelentek, az Audik megjelentek most már az úton. Úgyhogy iszonyú gyorsan cserélődik a gépjármű park foszilisról elektromosra, ami ugye nagyon jó. Figyelj, most hogy csak azt nézed, hogy 2 font egy liter gázola, így van? Itt azért nagyon sok autó dízel. 2 font egy liter gázolaj, de még egy benzin is 1,90. Tehát most már 100 kilométert megtenni 12 fontba kerül. Kb. Vagy annál többe. Tehát az iszonyú. És oké, hogy drága az áram. Persze, drága az áram is most már. De vannak nagyon sokan, akik otthon töltik. Úgy azért nem olyan vészes. Meg vannak nagyon sokan, akik a cégeknél töltik. Az úgy tulajdonképpen ingyen van. És emellett viszont ott van, hogy nincs az a tetemes fenntartási költsége az autónak, mint ugye egy belső égésűnél. És leasingben nagyjából, hogyha valaki ilyen 3-350 fontot fizet leasingre havonta, hát az az igazság, hogy abból már kijön egy ID3 is. Ott egy Tesla, megint bal jobb oldalt, bocsánat. Ez a harmadik Tesla, mióta mondom.
ami elmegy velünk szembe. Jaj, azóta is vissza, nem tudom ki volt, de azóta is mindig mosolygok ezen. Valaki azt írta, még nem most, még korábban, még télen, kommentbe, hogy én hazudok, én vetítek, mert nincs is annyi Tesla az utakon, mint mondom, ez kamu az egész. Azóta is valahányszor látok egy Teslát, haver, te mindig eszembe jutsz, hogy igen, persze, én kamuzok, tényleg nincs annyi Tesla. De rengeteg Tesla van itt egyébként Angliában, fú, tényleg, nagyon sok. Ez egy jó pofa komment volt. Na most így, ami az autóvásárlást illeti, ugye nekünk még 2 év van hátra a Fordból, és mi sem gondolkozunk már, itt egy Nissan Leaf, mi sem gondolkozunk már belső égésűben. Tehát, hogyha kimegy a Ford 2 év múlva, akkor majd meglátjuk, hogy mennyire leszünk eleresztve. Hát nem sokkal jobban, mint most, szóval. Szóval majd meglátjuk, hogy mit engedhetünk meg magunknak, de biztos, hogy valami elektromosabb fogunk venni helyette. Tehát úgy van, hogy itt Angliában 2030-tól már csak hibrid autókat lehet forgalomba helyezni, kizárólag belső égésű motorral szerelt autókat egyáltalán nem, újonnan, és 2035-től viszont csak és kizárólag elektromos autókat lehet már újonnan forgalomba helyezni, ami azt jelenti, hogy oké, hogy most drága a gázolaj, de 10 év múlva annyira olcsó lesz az üzemanyag, hogy a kutyának nem fog kell lenni. Tehát tulajdonképpen a kamionokon meg a traktorokon kívül senki nem fogja már tankolni a dízelt. Úgyhogy most oké, most drága, de 10 év múlva szarér ugye lehet majd kapni ezeket. És így van. Vagy egy ID3, valamit, hát ugye van egy összeg, amit úgy rá tudunk szánni erre, és akkor abból, ami kijön, arra, hogy ott a, hogy ott a környéken eljárjunk kirándulni, meg arra, hogy bejárjunk vele dolgozni az egyikünk, arra tökéletes egy kis elektromos autó is. Azért felesleges a benzinest fenntartani. Ezt gondolom. Nekem a Fiat helyett, hát azt nem tudom, mi lesz igazából, mi nagyon várunk egy olyan elektromos furgonra, ami autópályán meg tud tenni legalább 3-350 kilométert, mert azért mi szoktunk annyit menni autópályán egy húzamba, és jó lenne, hogyha azt tudná. Hát mi nagyon-nagyon várjuk a Volkswagen ID Buzz-t, de az az igazság, hogy az is ilyen 250 mérföldet ígér a prospektus szerint. Na most ez, barátok közt, maradjunk olyan, hogy ilyen 200, és annál szerintem nem nagyon több, majd meglátjuk, de az a tervem, hogy venni fogok egy T4-es transportert. Hát az egyre inkább homályba merül, mert egy az, hogy mire eljutok odáig, hogy meg tudom venni, addigra már 30 éves lesz az az autó, érted? És persze nagyon jó megbízható autók voltak a T4-es transporterek 20 évvel ezelőtt, amikor megjelentek. Akkor nagyon jónak számított. De hát így 30 év után előregszik benne már minden, érted? Szóval nem hozza már azt a szintet, mint egy új transporter. Meg ez az egyik ok, ami miatt valószínűleg nem lesz T4-es transporterem, a másik az üzemanyagára, a harmadik a fenntartási költség. A negyedik pedig az, hogy egyre jobban ugye kezdik betiltani ezeket a belső égésű motorra szerelt autókat, főleg a dízelt azt nagyon nyírják mostanában. És egy jó állapotú transportert most megvenni drágán, sok pénzért, úgyhogy utána egy csomó helyre be se lehet bele menni, vagy plusz pénzeket kell kifizetni rá, de nem éri meg. Egyszerűen vége van, srácok. Vége van. Több mint 100 éve járunk benzinnel, meg gázolajjal, vége van. Eljutott az autózás
egy fordulópontra, amikor átállunk egy teljesen új meghajtási módra, és most már nincs értelme kézzel lábbal kapaszkodni a dízelbe, mert felesleges. Nem jó. Nem jó. Egyszerűen vége van. Eltelt az az idő, amikor jó volt a dízel, most már nem jó a dízel. Ezekről az Euro 6-os dízelekről meg ne is beszéljünk, tehát katasztrófa, hogy mennyi hiba lehetősége lehet. Sávváltás, akkor csendbe kell lenni. Szóval nem lesz. Én próbálom kihúzni a Fiattal, ameddig csak lehet, és hogyha úgy adódik, akkor valamilyen elektromos fent furgont kellene szerezni valahogy. Tehát nem tudom a Fiat is, hogy meddig megy el, srácok, mert most például kezdődő kuplung probléma van. Én nem vagyok autószerelő, de biztos vagyok benne, hogy csúszik a kuplung azon az autón. Tehát most egy ilyen kuplungjavítás, az több száz fontba kerül, érted? Szóval egyszerűen egy feneketlen kút az egész. Szóval muszáj vagyok rákölteni azt, amit rá kell, mert elektromosban meg még nem tudok venni. Egyébként csak mondom, hogy most jelenik meg a Fiat Doblóból az elektromos verzió, ami nekem nagyon tetszik, de hol cseszték el az egészet? Hát ott, hogy egy 50-es aksi van benne. Tehát 170 mérföldet ígér rá a Fiat. Na most az barátok közt inkább ilyen 130, maradjunk annyiba. Azt még pluszban megpakolom a kemping cuccokkal, tetőbokszal, mindennel megpakolom, ahogy mi használjuk most a dízelt. Hát amelyen 100-120 kilométerenként fel kell tölteni. Hát hogyha az elektromos Fiat Doblóban legalább egy 70-es aksi lenne, egy 70-es vagy egy 80-as, én egy percig nem gondolkoznék tovább a váltáson. De még így se biztos, hogy nem lesz, hát nem tudjuk, srácok, most igazából. Évente egyszer-kétszer van az, hogy ugye nagyobb távra utazunk, akkor van az, hogy ez az 50-es aksi ennek nagyon nagy hátránya lenne. Egyébként meg itt eljárkálni vele a szigeten, nem tudom. De jobb lenne, hogyha nagyobb lenne az aksia, az biztos. Úgyhogy... Hát ez a helyzet ezzel. Reméljük, hogy van még időnk. Ugye a Fordig van még 2 év. Az jó. Addig bőven lesznek olyan konstrukciók, amik kijönnek abból a büdzséből, amit mi rá tudunk szánni. Az ID3 már most is kijön egyébként. Tehát most egy ID3 havi leasinge, az kb. Ugyanannyi, mint a Fordé. Érted? Szóval... az már most is jobban megérné. És hát ez is annak az oka, hogy ennyire gyorsan cserélődik a gépjárműpark, ugye elektromosra, hogy lassan ugyanannyiba kerül bérelni, vagy a leasing ugye ugyanannyiba kerül, mint egy belső égésűnek, és hogy akkor minek fizessed azt, meg a javítást, meg minek tankoljad, hogyha ott van az elektromos, és sokkal tisztább, és egy sokkal modernebb, és egy sokkal hatékonyabb technológia. Amúgy mindjárt érkezünk a... harmadik címre. Egy raklapot hozunk. Felhívtam a csávót, egyébként otthon van. De én nekem itt a papíron tök más utca van. Egy olyan utca van megadva, ami nincs is a térképen. Ezeket honnan veszik? És akkor felhívtam a telefonszámot, hogy mi van. Helyjárt! Manchester lakópark. Nézzük, van-e valami villanyos.
Hát itt még lehet, hogy nincs. De a Porsche Taycanból, fú srácok, hát én szerintem az összes legyártott Porsche Taycan itt van egyébként a szigeten. Annyira, és nézd meg, kifordul, látja, hogy jövök, az kifordul, hát nem hiszem el. Annyi Porsche Taycan van a szigeten, hogy ez valami hihetetlen. Hát most nagyon nincsen villanyos, itt még nem álltak át rá. De egyébként puccosabb környéken, bár amúgy ez is elég puccos. De ennél puccosabb környéken vannak villanyos verdák. Na várjál, szerintem a 83-as kell. Az melyik? 73. Anyám, ezt én nehogy megyek majd ki. Lehet a 83. Vagy önnek azt magyaráznak megint, hogy blokkolom a kijáratot úgy, mint a múltkor. Itt, hogyha tehetnék róla. Majd megkeresem a 83-as srácok. Na, nyilvánvalóan útban vagyunk abban a pillanatban. De ez legalább normálisan szólt, nem úgy, mint valamelyik nap. Nekem álltok, hogy elkezdtek pampogni, hogy blokkolom a kijáratot, hát... Öcsém! És ezt normálisan nem lehet mondani, csak így? Amúgy itt ezek az öreg asszonyok itt segítettek nekem. Hogy hol van a 83-as, úgyhogy amúgy meg tök rendesek voltak itt. Nem mindenki idiótám. Sőt. Azért többen normálisak, mint hülyék, de van sok hülye is azért. Ki kéne innen fordulni valahogy. De most már abban sem vagyok biztos, hogy merre jöttem. Ez a baj, egyszer nem bírok befordulni se. Meg már itt áll a nyakamon. Próbálunk innen valahogy kimenni. Nyilván, hogyha megtalálna a hátramehetet, úgy könnyebb lenne. Ide akartam betolni, de akkora forduló köre van ennek az autónak, egyszerűen képtelenség. És akkor látod, és akkor jönnek, mert hogy ő nem fog megállni, hát őt ez nem érdekli, nyilván. Mindenkinek fontosabb a saját dolga, mint a munkám, természetesen. Ha vannak helyzetek, amikor még ezzel a kis autóval esett, nem tudsz megfordulni vele. Mert több hely kell, mint kamionnak. Esküszöm, hogy több hely kell neki, mint a kamionnak. Sure.
Nyilván, persze, természetesen parkolnak a sarkon, érted? Véletlenül is mögöttem már jönnek. Új ívet kell vegyek. Erősen szokást igényel ugye ez a Class 2-es kategória, mert tök más irány, tök más íveken fordul, mint a Class 1, és azért szokni kell, hogy mi van. Esik rá majd a fa az autóra. Egyszerűen most patkától nem tudok arrább menni, szóval... nem szeretem ezt a Class 2-t, nem szeretem. Egyszerűen nem lehet velem manőverezni. És ötletem sincs amúgy, hogy merről jöttem, szóval... Na várjál! Merről jöttem? Bassza meg már! Na, arra van a kijárat! Hol a francban van innen a kijárat? Nem hiszem el! Mi ez a labirintus itt már? Nem tudom, merre jöttem. Erre jöttem. Na jó. Egyébként a negyedik cím következik. Azt mondja, itt nem lehet kamionnal balra fordulni, és akkor hol kell bemenni, hogyha nem itt? Hát ez rohadt jó. Öcsém! És akkor, de nem az, hogy kitesz egy táblát, hogy akkor merre menjél? Ja ne, hát itt nem mehet balra, aztán kész, arra mész, amerre akarsz, hát hol érdekel az már minket? Itt nem mehetsz balra. Nyilván nem tudsz vele megfordulni egy irányba, azt elfelejteted. Elvileg egyébként ez az a hely, ez az újrahasznosítási központ, ha minden igaz.
Ja, a Suez, ez az. Jó helyen vagyunk. Tök jó, nem? Ez az! Senkit meg se tudok kérdezni, hogy hová kell menni. Ide csak így beengedik az embereket? Az a nem mindegy, mi? Na, megkérdezek valakit. Következő címünk 500 méterre van, srácok. Mondjuk ez még a tegnapinál is sűrűbb, tehát azért ennyire közel nem voltak ezek a címek egymáshoz. És már most mondom, hogy még itt voltam a szeméttelepen, kettő darab Mercedes gyártmányú elektromos szemetes autót láttam. Ja, hát ez kizárt, hogy kiforduljak innen ezzel a batárral. Hihetetlen! Hihetetlen, hogy ekkora helyen nem lehet egy évben megfordulni vele. Egyszerűen hihetetlen! Egy hektár föld kell neki! Ott egy Tesla. Szürke színű Model 3. Ez a harmadik Tesla ebben a videóban. Interpart. Így van. Egy raklap. Megjöttek a multidropposok. Én akartam odaállni. Mindegy. Így se fogunk zavarni senkit.
Azt hiszem a hetedik drop következik. Nem. Hatodik drop következik. Megpróbálom megfordulni itt valahogy. Ja, mondjuk ezt cseszhetjük. Jobban járok, aki tolok. Az a baj, nem bírok kifordulni aztán, szóval. Ha meg is tudnék fordulni, nem biztos, hogy ki tudnék fordulni. Szerintem borzasztó, mekkora fordulóköre van ennek az autónak. Lehet ám szívni ezzel a kicsi autóval is bőven. Na most ugye ki kell fordulni a főútra. Mit ad Isten, rögtön sikerült a rossz irányba fordulni, abban a pillanatban véletlenül sincs akkora szerencsém, hogy pont jó irányba toljam ki. Nyilván a legtermészetesebben mindig az ellenkező irányba indulok el. Mindig. Nincs olyan, hogy nem. Nincs. Hogyha 50% esély van rá, hogy jó vagy rossz irányba indulok el, akkor biztos, hogy rossz irányba fogok elindulni. Ez tuti. És ez az esetek 99%-ában így van. Egyszerűen borzasztó. Eléggé jól haladunk egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon közel vannak ugye egymáshoz a címek. Ez is 2 percre van egyszer, még a kamerát sem érdemes kikapcsolni. Ezt hívják multidroppozásnak, amit most csinálok. Régen földön kerestem ezt a céget. Fel kellett őket hívjam telefonon és úgy megkérdezni, hogy hol vannak. Se a térképen, se tábla nem jelzi. Egyszer semmi nem jelzi, hogy hol vannak. Kivéve, mindjárt mutatom. Egyetlen egy helyen jelzi, hogy hol a cég, az ez a papírlap itt. So Good Logistic Unit 2. Kösz szépen! Köszi szépen! Az szép volt, mi? Oké.
hetedik trokk. Kínaiak. Ez a következő cím, srácok. Jó. Nyolcadik drop következik. Ez eléggé messze van. Ez 5,2 km. De egész 10 percet kell kocsikázni érte. És itt viszont 5 raklapot kell majd lerakni. Ja. Tehát így még az autó vásárlás autó témához hozzátartozik, hogy ugye most van ez a kuplung probléma. Most ugye azt most meg kell csináltatni. Azért ez egy nem egy olcsó javítás, aztán jön a rozsda probléma, ami megint nem egy olcsó javítás, aztán lehet fékeket cserélni, ami megint nem egy olcsó javítás. Szóval azért fenntartani egy dízelautót, főleg egy ilyen öreget, azért ez drága. Drága hozzá az alkatrész is, drága, de leginkább a munkadíj az, ami drága. És ezért ez így már kezd sok lenni. Én legszívesebben már meg se csináltatnám ezt a kuplung problémát. Én legszívesebben vennék valami másikat, de az a baj, hogy most egész egyszerűen nem tartunk ott az életben, hogy két új autónk legyen. Vagy hogy most beleugorjunk még egy leasingbe, most itt a válság kellős közepén, amikor azt se tudod, hogy van munkod, hogy ilyenek, szóval. Az a baj, hogy sokan ott rontják el, hogy túlköltekeznek azon a bizonyos takarón, amin ugye nem kéne, túlnyújtózkodnak inkább. És nincs ezzel semmi gond addig, amíg van munka, és tudod fizetni a házat, tudod fizetni az autót, tudsz fizetni mindent, de hogyha egyszer becseszik a meló és kiesik egy hét, akkor onnastól kezdve azért az úgy már gáz. Akkor onnastól kezdve már nem biztos, hogy tudod fizetni az autót, nem tudod fizetni a házat, és akkor elkezd felgyülemlni a tartozás. Szóval azért én ebbe így annyira nem akarok beleugrani, meggondolatlanul. Mert ugye nem a jelennek élünk, hanem hosszú távra tervezünk, és egy autóleasing sem csak ma érvényes, hanem ugye az is legalább egy 4 éves szerződés, és azért előre látni tudni kell, hogy most 4 évre előre folyamatosan fogod-e tudni azt fizetni, vagy sem. Mert persze most ki tudjuk fizetni, de mi lesz, hogyha még nagyobb lesz az infláció, még kevesebbet vásárolnak az emberek, és még kevesebb munka lesz, akkor mit csinálsz? Szóval így úgy viszont nem biztos, hogy szükség van rá, érted? Szóval azért én igyekszek tudatosan csinálni ezt a dolgot, és inkább az eszemre hallgatni, nem a szívemre. Aztán ha úgy van, akkor inkább megcsináltatom még egyszer, és még egyszer, és még egyszer.
De legalább anyagi biztonságban vagyok, mert hogyha véletlenül, és mitől nem dolgozunk egy-két hetet, könnyen megeshet, akkor sincs az, hogy a leasingelt autót azt fizetni kell. Mert a leasingelt autót fizetni kell, akkor is, hogyha nincs munkád, szóval. Az ennyiből gáz, ugye? Úgyhogy ez van. Na most, hogy minket személy szerint mennyire érint ez az egész válság téma, hát minket azért nem érint annyira. Nem annyira megterhelő, úgymond. Mert ugye nekünk nincsen gyerek, és egy autó leasing van. Egy autó leasing van, meg ugye van munkánk, ugye hát jó, most már nekem az úgy kikiesnek egy-egy napok, de ezt vállaltuk akkor, amikor céget váltottam, és nem mentem el céghez dolgozni, ugye, hanem ügynökséghez mentem el dolgozni. Ez ezzel jár, hogy kikiesnek egy-egy napok, ugye nulla órás a szerződés, tehát hogyha nem dolgozunk, akkor nincsen lóvé. De még mindig nem annyira vészes, tehát azért heteket nem vagyok otthon. Az azért vészes lenne, tehát azért most is szereztem munkát erre a hétre, szóval. És most is küldött az ügynökség, akinél most dolgozom, 3 melót, ami ugyanez a Class 2 kategória. Jövő héttől folyamatosak, szóval. Van munka persze, de azt mondom, hogy azért néha beesik, hogy kiesik egy nap. Hát ami érint ugye az élelmiszer drágulás, meg leginkább ugye az üzemanyag drágulás, mert ugye az autóval járunk minden héten, mind a kettőnk ugye autóval jár be dolgozni. Főleg én, hogy ugye most ehhez a munkához például napi 60 kilométert járok be dolgozni. Szóval az első órát, amit dolgozok, az tulajdonképpen elviszi az autókopás, meg az üzemanyag költség. De ezt vállaltam, amikor ugye leszámoltam ugye, hát mikor ugye nem mentem többet a Bradhez dolgozni. Persze azért nem mindegy, hogy most simán 200 fonttal is többbe kerül így az üzemanyag költség havi szinten, mint eddig. De mivel nekünk ugye nincsen hitel, meg nincsen gyerek, meg az az egyetlen egy autó leasingban, meg ugye mindkettőnknek van azért folyamatosan munkája, így azért minket annyira nem visel meg ez a dolog, mint mondjuk azokat, akiknek van 2 autó leasing, van ugye lakáshitel, meg van még 2 gyerek, és ne adj Isten, még akkor az asszony mondjuk nem is dolgozik, az ilyen is van, nem is egy, úgy azért elhiszem, hogy egy fizetésből ezt mindet fenntartani, az úgy gázos. De mi például ugye nem is nagyon mondunk le semmiről. Szóval én mondtam, hogy ha 3 font lesz a gázolaj, én akkor is megveszem, mert én nem vagyok alkoholista, nem vagyok láncdohányos, nem vagyok szerencsejátékos, szóval semmilyen káros függőségem nincsen, ami nyerni a pénzt, szóval az, hogy most 3 font a gázolaj, vagy 2 font, én meg fogom venni akkor is, meg az autót, ezt meg fogom csináltatni akkor is, mert imádok utazni, Évával mind a ketten nagyon szeretünk utazni, és autóval utazunk, mert úgy a legkényelmesebb. Ez a legfőbb hobbink, ugye a videózáson, meg azért még egy pár dolgon kívül. Úgyhogy én erről nem mondok le akkor se, hogyha drágább lesz a gázolaj. Valaki meg a dohányzásról nem mond le, vagy a piálásról, mindenkinek a saját dolga, hogy miről nem mond le. De, ja. A Legót például idén nem is vettem. Pedig lenne mit, de azt például idén nem vettem. Ha most ugye a kamerához vettem 1-2 dolgot. De ugye farmolunk a házra, hogy ugye minden kevesebb hitelt kelljen ahhoz is felvenni. Aztán most ugye azzal vagyunk most ráfoglalva inkább. De meg kell találni ugye a balanszt, a szórakozás, meg ugye a farmolás közt, tehát az úgy meg nem működik, hogy az ember megvan magától mindent,
és minden pénzt félretesz, mert akkor meg nem fogja az ember jól érezni magát, hogyha nem foglalkozik mellette olyan dolgokkal, amikkel szeret foglalkozni. Szóval... De jól haladunk így is, én azt gondolom. Egyáltalán nem panaszkodhatunk még így se. Úgyhogy... Jézus Isten! Remélem használható lesz ez a sok felvétel, amit felvettem, nem tette tönkre teljesen ez a szar Renault. Ezzel a hülye remegésével. Majd leesik a kamera a szélvédőről egyébként. Nagyon durva. Semmilyen rugó nincs alatt a srácok, de az égvilágon semmi. Az alvázon van rajta a fülke, vagy nem tudom. Na, hogyha ezt ledobtuk, akkor megállok kajálni, mert dél van mindjárt. Akkor megállok majd azért ebédelni én is. És akkor úgy van, hogy ha végeztünk minden lerakással, akkor ki kell venni a pihenőt, és utána kell felhívni a céget, hogy üresek vagyunk. Hát mivel eléggé hamar végeztünk, tehát egész héten nem végeztem ilyen hamar az összes címmel, mint ma. Ez ugye annak volt köszönhető, hogy nagyon közel voltak egymáshoz a címek. Ezért valószínű, hogy lesz még legalább kettő, de szerintem három felrakásunk, ami ugyanez a hát ugyanez a multi-collection, mondjuk így, hogy itt-ott fel kell venni egy-két darab raklapot, úgy kb. Ugyanennyi távolságra egymástól, mint ez, és akkor azzal vissza kell menni a telephelyre. Scott... Nézd meg, öcsém, hogy lehet így? Hogy lehet így? Zárva van a kapu. Nem hiszem el ide, várjál. Nem is ide kell jöjjek. Nem ez a... Delivers egyenesen, Reception Visitors balra. Akkor nekünk egyenesen. Ott tölt egy elektromos Mercedes és egy elektromos Peugeot. Igen, egy Peugeot. Na, srácok, hát itt van, így van. Melyik cég engedi meg, hogy megtankold a dízel autódat a telephelyen? Pedig a kamion is dízellel megy. Ott van, az övé a Peugeot. Gondolom a töltöttséget nézi. Tehát egy ilyen autó, az kijön havi 300 fontból, lemerem fogadni. Annyiból, amennyiből kijön egy benzines. A havi törlesztője. Így van az övé, látod? Valószínűleg egy irodai dolgozó. Hát a Mercedes már valószínűleg valami menedzseré. Az más kategória, de a Peugeot az egy full átlagos autó. Na, most húzta ki. Szóval ilyen szinten kezd ugye elterjedni ez a dolog. És hát álljál már oda a benzinkútra a cégnél, azt nyomd el a dízelt. Az ott az utolsó munkanapod. Nem az, hogy még kiépíti az elektromos autót töltőt, hogy fel tudj tölteni, hát ne hülyeskedjél már. Itt dolgozik, ezt egész hét, ez szerintem az életben nem fizet azért, hogy tölti az autóját, ezt járkálnak össze-vissza. Ráadásul úgy, hogy a Mercedes az simán csinálja ezt a 3-350 kilométert ugye egy feltöltése, a Peugeot lehet, hogy valamivel kevesebbet, de hát nincs üzemanyag költsége, ne vicceljünk már. Nem? Legjobb. Ennyi van fent, még kettőt kell ide lerakni. Na, nézzük, milyen melózni ezzel a elektromos BK-val. A pofon egyszer egyébként, mert pont totál ugyanúgy működik, mint a normál, hát nem, végül is nem. A lényeg, hogy ugye ezzel a gombbal tudod emelni, ezzel, mint a normálnál tudod sűjeszteni, ez egy duda, ez lecsapja, tehát ez ugye egy ilyen vészfék, hogyha
nagyon ugye megindul, és a mellkasodhoz nyomódik ez, akkor ugye leáll. Van itt egy vészleállító gomb, ezzel kell kikapcsolni tulajdonképpen. Most ki is kapcsolom, hogy megmutassam, és ez itt maga az akkumulátor. Tehát egy ekkora aksi van benne, ez cserélhető, ezt műszak végén be kell vinni a raktárba, fel kell tenni, tölteni, és műszak kezdetén reggel pedig leveszem a töltőről, ugye ez a BHJ, ez tartozik ehhez az autóhoz. Beteszed az aksit, kikapcsolod, itt van ugye egy kis munkahenger, hidraulikus munkahenger, egy nagyon pici szivattyú van benne. Hát ugye itt gondolom ez lenne az, és ez itt a villanymotor, és hát mivel ugye egy ekkora munkahenger van benne, és egy 11 centit tud emelni, ezért nyilván nem kell 200 liter hidraulika olaj hozzá, hanem ennyi is elég, és akkor hát így megy. Elő, hátra, előre. Nagyon jó vele dolgozni. Nagyon könnyű a munka vele. Egyáltalán nem nehéz. Jó, csak igazítottam a fejpánton. Most ezt a raklapot először is elrakjuk innen, mert nem férünk hozzá. Másikhoz. Ugye eléggé trágya, mert ugye arról kell alá menni, és ugye meg nem fér be a villa. Úgyhogy... ugye feszíti ezt az egészet, de hát másképp nem bírom sehogy se levenni. Nem baj, sikerült szét is cseszni, de nem gond. Annyit csinálunk csak, hogy ezt arrébb tesszük. Ez lesz az utolsó drop. Ugye bár a 9. Csak átrakjuk ide. Hát ugye 1500 kilót tud emelni, ide van írva, 1500 kilót tud emelni, 24 voltos az aksia, 5,8 kiló az aksi, de hogy mekkora az aksi, azt nem tudjuk, 0,75 kilowattos a motor. Hát figyelj, most nyilván nem sok áram fér ebbe, meg fogyaszt azért a motor is, meg a hidraulika szivattyú is. De ennél a munkánál, hogyha összvisz, nem megy egy óránál másfélnél többet. Szóval ennyit kell kibírni. Aztán ugye egész éjjel töltőn van. És majd aztán reggel felteszem, beteszem az aksit, és akkor utána kell megint kibírni egy pár órát. Gondolom, hogy másfél óránál effektíve nem megy többet egy nap, sőt még egy nése.
sorát, az utolsó. Egyetlen egy hátránya van a manuálishoz képest, hogy itt nem megy se előre, se hátra. Tehát valahol itt van az a pont, ahol elindul, látod? És hogyha nagyon közel mész a ponyvához, hogy nem tudod ennyire se megdönteni ezt a kart, akkor ugye nem megy se előre, se hátra. Ez mondjuk idegesítő, szűk helyen. Kínaiak annyira nézték az előző droppon, lefényképezték az oldalán a számot, azt mondták, nekik is kell ilyen. Csak ők olyat akarnak, amire rá lehet állni. Erre nem kell ugye semmilyen jogosítvány. Hát ők egyszer megmutatták, hogy hogy működik, aztán annyira. Ez alapvetően nem kell rá jogosítvány se. Viszont amire rá lehet állni, arra már kell jogosítvány. A téliftehez sem kell jogosítvány. Ja, és hogyha lemerül az aksi, akkor nem bírod se húzni, se tolni, és nem bírod pumpálni se. Szóval akkumulátor nélkül manuális módban nem működik semmi. Ez fontos azért, ezt ők is kérdezték. LED lámpás Volvo. Ennyi. Aztán még azt az egyet hátra teszem. Hogyha véletlenül megnyomna, megérinted és le is áll. Ennyi. Tehát nem tudod, úgymond nem tudod, nem... Hát jó mondjuk, hogyha beszorulsz. Hát azért annyira nem tud megnyomni, hogy meghalljál, érted? Lehet, hogy egy picit megnyom, de... Azért keresztbe nem szúr, az biztos, szóval... Ez azért erre van. Na. Dél múlt. Hoppá. Nyilván rámentem arra a szarra. Úgyhogy nem tudom, srácok, ezzel egyáltalán nem nehéz dolgozni. Hát hogyha még pumpálni is kéne, hagyjad már meg cibálni erőből, hát az már tényleg gáz lenne úgy. Úgy megcsinálj 12 dropot, ennyi, benyomod a gombot, mint hogyha leszögelted volna, olyan. Úgy azért tényleg gáz lenne. És elindulunk az utolsó lerakáshoz. A Black Boy Hotelbe. Micsoda fantasztikus neve van. Kivettem a 15 perc szünetet,
Hát úgy szoktam, hogy ugye ilyenkor délben azért kiveszek egy negyed órát. Megebédelek én is, megebédel mindenki, úgyhogy... És akkor, hogyha leraktunk a hotelnél, na majd akkor kiveszek még egy fél órát, és akkor úgy hívom majd fel a céget, olyan 2 óra környékén, hogy ugye végeztünk. Hát itt egyébként ez egy 8-9 órás munka, úgyhogy 8-tól 4-ig 5-ig szoktunk dolgozni. Valószínűleg lesz még vagy egy vagy két felrakás. Eddig a tegnapi napom volt a legdurvább, ott 12 címem volt, 12 lerakás volt, itt egy Kia EV valami, látjátok itt balra. És akkor azon kívül volt még 2 felrakásom. Úgy értem be 5-re. Úgyhogy egyébként a tegnapi napon volt eddig a leghosszabb. Amúgy 8-8 és fél órás napjaim voltak eddig. Ami azért egyáltalán nem megterhelő, tehát azért 8 órás kamionos munkáról én még csak eddig álláshirdetésben hallottam, sehol máshol. Nem gondoltam volna, hogy ez létezik is. Igen. És valaki ezt csinálja nyergessel. Az előző MS Transportnál beszéltem egy sofőrrel, azt mondta, 21 lerakása van aznap. Tehát annyira közel vannak egymáshoz. Amikor azért 21 címet megcsinál egy kamionnal, hát azért az nagyon munkás. Az azért nagyon munkás. Na itt ez a Black Boy Hotel. Azt mondja, hogy merről lehet a rakodás. Na hát én kizárt, hogy befordulok ezzel. Franko, megállunk itt. Hogy ezért kibírjanak kerülni, aztán a villanytargoncával elhúzom nekik simán ezt az egy raklapot. Balra. Nézzétek csak a fehér autót, a Kia Niro. Az egy elektromos, és mellette, előtte pedig a Tesla Model 3. Tehát ezt mondtam reggel, hogy most már vannak olyan pillanatok, amikor egymást érik az elektromos autók. Ja, az e-trontot nem is mutattam. Ott a harmadik. Azt csak most láttam meg én is. Itt jobb oldalt. Az is egy Kia Niro. Az is villanyos. Itt nem látom a zöld rendszámot rajta. Elindultam felrakni. Ez a 10. cím. Fel kell vegyünk 6 raklapot, ami bistrolba megy. Hát ugye kivettem a fél óra pihenőt, stb. És akkor most ugye úton vagyunk felrakni. Ez itt Manchester totál belváros, jóformán. Tehát ez a belvárosi körgyűrű. Ez amit itt látunk most. Hát azért eléggé fárasztó így ez a meló, ugye sokat kell rohangálni, kibeugrálni. Még ez a békázásom ugye annyira nem is. Itt megy a Kia Niro. Niro? Ja, az volt. A békázás az egyáltalán nem nehéz.
Hát az tulajdonképpen megcsinálja helyettem, csak fogni kell. Meg az, hogy ugye maga ez a Renault, ez annyira kényelmetlen, annyira nem sofőrbarát, hogy a munkán kívül még ez is rádob egy lapáttal, hogy ugye egy ilyen kényelmetlen autóval kell dolgozni. Ott egy Model 3. Ez hányadik Tesla a videóban, srácok? Hatodik, hetedik? És úgy, hogy a kamera nem volt bekapcsolva egész nap, szóval én ma már tizenvalahanyadikat látom. És valószínű, hogy még fogunk is látni, úgyhogy nincsen elektromos autók a szigeten. Ez full kamu ez az egész. Hát látjátok a forgalmat. Hát nézzétek, itt is scrapyard. Ez itt, ami előttünk megy, ez scrapyard. Ezek bontó szökevény autók. 2007-es Renault, vagy mi az Isten Peugeot? Hát ki a franciára ilyen öreg autóval már, öcsém? Ezt már Magyarországon is leselejtezték. Ó, ott egy fehér Model 3, az mennyi már, 8. Kiszámoljuk, srácok, kiszámoljuk. Hát vannak azért olyan elvetemültek, akik még 2022-ben is dízelt vesznek, illetve dízelt leasingelnek. Hát nem tudom, hogy hát olyan dízelt, ami egyébként egy családi autó. Itt bal oldalt ott áll egy fehér Model 3 a parkolóban. Tehát egy olyan belső égésű motorral szerelt autót, ami egy teljesen alapautó, tehát úgymond nem élményautó. Tehát az, hogy egy 4 hengeres, 100 lóerős dízelautód van, arra nem mondhatjuk azt, hogy ez hobbi autó. De vannak, akik még mindig látnak benne fantáziát. Én nem. Én biztos, hogy nem. Nézzek, nem tudok befordulni, nem hiszem el. De rendes a Mercedes, és már tolat is, mert látja, hogy szarba vagyok. Egyszerűen nem bírok befordulni se ezzel a szarral ide. Figyelj már! Hol van ez a cég? Nyilván mögöttem már jönnek. Rohadtul. Úgy imádom ezt, érted, amikor... Várjál itt balra. Hát be se lehet menni ehhez a céghez, most ez valami szivatás? Vagy mi? Hát útépítés van, ember. Vagy a másik oldalról be lehet menni? Várjál, itt kell balra fordulni. Rayburn Trading, az itt van valahol el mögött. De az pedig itt balra kell menni, ha tetszik, ha nem. Aha. Én itt voltam már.
Jó! Felvettük a hat raklapot. És adtak még egy felrakást, tehát akkor ezzel együtt mennyi 11 címem van? Ott kell felvenni, azt hiszem, 2 raklapot. Nagyon brutál, 1 kilométerre van innen. Na most ugye soron kívül megraktak. Az a rengeteg kamion, amit láttatok, az ugye mind a sorban állt, de ezt a 6 raklapot felrakták soron kívül. Ezek mit csinálnak itt? Aztán persze jöttek nekem pampogni a veteránok, akik ugye a sorban állnak, hogy hát mi az, hogy beelőzöm őket? Hát mondom, haver, én csak egy bábú vagyok. Úgy mozgok, ahogy dobálnak. Feladatot teljesítek. Itt az olasz. Én nekem semmi közöm, mi anyám, minden ki se bírok menni. Nekem aztán ez az ég egy adta világon semmi közöm nincsen, hogy kit, hány, vagy hogy raknak fel, meg mi van. Nekem azt mondták, menjek oda. Ott voltam. És ennél nem több. Álljál, kibírok-e fordulni itt a Fiattól. Hát... láttam, hogy van, aki idegeskedik azon, hogy sokat kell várni a felrakáson, meg a lerakáson, ugye, hogy órákat ott vesztek el, mire leszedik az árut, meg ilyenek, srácok. Ezzel nem kell foglalkozni. Szóval, hogyha 2 napot kell a felrakón állni, akkor 2 napot kell ott állni. Tehát ez a munka épp elég stresszes enélkül is, hogy még mennyit kell a felrakáson állni. Na, abbú, mi lesz? Abbú, mi lesz, bátya? Szóval, hogyha a fizetésnek nincsen köze ahhoz, hogy mennyit kell a felrakón állni, akkor teljesen felesleges ezen aggódni. Ha 2 napot, akkor 2 napot. A cégnek a kocsija áll ott, nem a miénk. Az legyen a cég problémája, nem a miénk. Van itt, bőven van mi stresszelni ezen felül. Anyám, micsoda... mi az Isten van itt már, na? Egyenesen akarunk menni. Jézus! Jézus ereje! Kiengednek. Anyám, mi van itt? Tehát Istenem, egy kétsávos úton nem lehet átmenni. Már dudán rajta volt a kezem, mondom, nehogy beletolasson már. Úgyhogy ezen aggódni, hogy mennyit kell ott állni, ó, régén én is rágtam a körmömet. Mert milyen sok idő rakodni? Kit érdekel, hogy mennyi idő rakodni, őszintén? A múltkor pénteken, srácok, nem hiszitek el, amikor még a Menzisnél dolgoztam, reggel odamentem a papíros céghez, és délután 3-kor jöttem el. Reggel, hát nem akarok hazudni 8 órától, délután 3-ig a soromat vártam. És órabérbe fizettek, ennél könnyebben még nem kerestem pénzt. Ennél kevesebbet még nem kellett dolgoznom.
és még fizettek is érte. Az, hogy nekik hogy éri meg, meg hogy nem éri meg, az engem már nem érdekel. Ezért jó abban, hogyha nem vállalkozó vagy. Nem a te autód állod, nem neked kell idegeskedni ezen. Azon idegeskedjen az autónak a tulajdonosa. Jó, persze, akit kilométerbe fizetnek, az szívás. Hozzád ezzel nem tudom, létezik-e még ilyen cég, aki kilométerbe fizet. De remélem már nem nagyon létezik olyan sofőr, aki ezt elvállalja. Hogy mi? Itt van. Igen. Nem gondolják. Ki kéne nyitni ezt a kaput, akkor talán be is bírnék állni. Öröm lesz innen is kimenni. Meg lehet szívni azért ezzel a kis autóval, srácok. Mindegy, majd lesz valami. Vegyük fel azt a két raklapot, aztán majd lesz valami. Megvan a két raklap, úgyhogy most mehetünk vissza a depóba. Látok, hogy kéne innen kimenni. Megfordulni szerintem nem tudok. Az úgy ki van zárva, hogy megbírjak itt fordulni. Ki kéne balra tolni, de hát hogy? Állnak a sarkon is. Hát ezt az autót kitolni balra, hát hogy? Volt ott olyan túl sok hely. Hát nem hiszem el. Mindig olyan kis hitű vagyok, amúgy, na mindegy. Menjünk. Ezek pakisztániak voltak itt egyébként. És... csak az jutott eszembe, hogy azért többször jártam már ilyen távol-keleti országok, emberek által üzemeltetett cégeknél, és feltűnt, hogy nagyon sokszor a saját országukból választják meg még a munkaerőt is. Tehát itt is jóformán mindenki pakisztáni volt. És erről csak az jutott eszembe, hogy még nem találkoztam olyan magyar céggel itt Angliában, ahol az összes alkalmazott magyar lett volna, sőt igazából semmilyen magyar céggel nem találkoztam még. Közben a magyarázok, ez meg balra akar menni. De ott van például a Booker vagy a Cash & Carry, azok is valami pakisztániak vagy indiaiak, az utolsó raktári dolgozótól a targoncásig mindenki indiai. Ami nincs ezzel gond, mert amúgy meg adnak egymásnak munkát, az itt tök rendben van szerintem. Az, hogy aztán milyen munkakörülmények vannak, meg hogy vannak kifizetve, meg hogy nincsenek. Na, azt nem tudom. Mert itt viszont nagyon gyakran előfordul azért az, hogy
kihasználják azt, hogy az ember ugye nem beszél angolul olyan jól, és rá van utalva az anyanyelvén beszélő munkáltatóra, és akkor úgy nagyon gyakran előfordul az olyan, hogy nincsenek bejelentve, minimál béren vannak bejelentve, vagy még annyi se. Szóval itt azért előfordulnak ilyen okosságok. Azért az úgy nem túl egészséges. Na srácok, megyünk vissza a telephelyre. És akkor ennyi volt nagyjából ez a meló. Hát így néz ki egy 9 lerakós multidrop plusz 2 felrakás. A tegnapi napom sokkal durvább volt, mert 12 lerakásom volt, plusz 2 felrakás, azt kellett volna felvenni. Na, emlékeztek? Tehát 4 kilométerre van a telephely, és 108.200 kilométerrel indultunk reggel, így van? Most 108.252-nál, tehát plusz a 4-et hozzáadod, 256. Tehát az azt jelenti, hogy egy 8 órás műszak alatt, reggel 8-kor kezdtem, 4 órára fogok visszaérni a depóba, 8 órás műszak alatt 11 címmel 56 kilométert tettem meg. Tehát erre mondtam azt, hogy ezt a munkát, amit ez a cég csinál, ezt egy elektromos meghajtású kamionnal, ami tud 100 kilométert, és annál több nem kell, hiszen ma is csak a felét tettük meg annak, tud 100 kilométert, annyi bőven elég ennek a cégnek egy ilyen elektromos kamion bőven elég. Oda nézd, milyen Lamborghini Urus, meg Bentley, anyám. Csak én járok 20 éves Fiat Doblóval, valamit biztos, hogy rosszul csinálok. Szóval azok az emberek, akik azt mondják, hogy na, mert az elektromos kamionnak nincsen létjogosultsága, mert hogy több ezer kilométert mennek. Abban a szegmens mennem, de itt van ez a multidroppozás, ahol ki tudunk dolgozni egy teljes műszakot úgy, hogy nem megyünk 100 kilométert. Érted? Szóval vannak olyan területei a fuvarozásnak, a logisztikának, ahol az elektromos kamion már most is megoldás. Úgyhogy srácok, ennyi volt ez a videó. Igyekszem ezt ma csütörtökön megcsinálni nektek, és akkor még fel tudom tölteni. Hát ha nem, akkor sajnos nem. Ha nem, akkor majd, hogyha visszajöttünk Skóciából, akkor fogjátok látni. Remélem tetszett ez a videó, tetszett ez a multidroppozás. Nagyon sokan nem szeretik, amúgy szerintem jól el lehet lenni vele, nem olyan vészes. És szerintem jobb, mint 600 kilométert vezetni. Az egész munkának a legnehezebb része az a rámpának az emelgetése, semmi több. Könnyűek a címek, jó, persze néha bemenni nem annyira könnyű, de megtalálni azért nem olyan nehéz. Úgyhogy azért végül is nem annyira rossz ez a munka szerintem. Na hát jó hétvégét mindenkinek, vagy amikor nézi. Szevasztok, srácok!